Szia, Joci! Szia. Gratulálunk, hogy tovább jutottál, még pedig első helyen. Hogy érzed magad? Milyen érzés visszatérni a Dal színpadára? Fantasztikus érzés, és tényleg ez a... Hát ismétlem őt magam, mert ma már megkérdeztek egy páran, de tényleg fantasztikus dolog itt lenni, és nagyon... Ez nekem tényleg egy templom. Én itt születtem újjá, és nagyon különleges, és hála Istennek az én érzéseim szerint nagyon különleges dalokkal jövök ide mindig, és ez nagyon jó leső érzés, hogy a zsűri is és a közönség is ezt így gondolja. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ezzel foglalkozhatom. Nagyon jó. Igen, csak pozitív szavakat kaptál a zsűritől. Mesélj egy kicsit a produkciódról, kik dolgoztak rajta, és ki tervezte a színpadképet. Karamellel dolgoztunk ezen a dalon, ő egy társszerző is társam volt, és a szöveget pedig ő írta. Nagyon érdekes volt, mert először nekem volt meg a témám ebben a dalban, amit átküldtem Karamellnek, és akkor még nem tudtuk, hogy ez édesapámhoz fog szólni, illetve én. És azt mondtam, hogy figyelj, ebbe lehet, hogy bele fogsz halni. És mondom, miért? Azt mondja, még nem mondom meg, mert ha kész lesz. És akkor átküldtek ki egy szöveget, amikor az apámról, ő nagyon jól ismeri az én apámat, az én vele való kapcsolatomat, a gyerekkoromat, minden benne van ebben a dalban. És ami nagyon fontos, hogy ez nem egy kreált és nem ide készült a dal, amit Feró mondott. Az, hogy ilyen időben el tudott készülni és még be tudtuk ide adni, csak egy szerencse volt, de a dal az nem ide készült és nem egy ilyen mondva csinált, hogy valami lesz, hogy na figyelj, írjuk meg, és akkor ezzel operáljunk, az nagyon távol átolva. Az kinek az ötlete volt, hogy mezítláb lépve? Ez az én ötletem volt. Egyszerűen azt éreztem, annyira tiszta érzések voltak a dalban, hogy amikor ilyen cipőket akartok rámadni, meg valami folytogatott ez az érzés, és mondom, hogy gyerekek, én szeretném az energiákat magamba szívni, még pedig a földből. Igen, ez kifejezi a tisztaságát a dalnak, meg az egyszerűségét talán. Utolsó kérdésem, hogy tervezel-e valamit változtatni a középdöntőre? Most azt nem tudom eldönteni. Vissza kell néznem és elemezni egy picit a csapatommal ezt a dolgot. Nem tudom, ruhába is a stylistem Silinkos, aki az Origóba is már velem volt, Gomez Martins, aki a színpad koreográfusom. Úgyhogy velük holnap meetingelünk, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel a dolgokban. Köszönöm szépen, és sok szerencsét a középdöntőre is! Nagyon szépen köszönöm mindenkit!